Na jó! Na jó, srácok! Azt a mindenit! Azt a mindenit! Erre nem tudok mit mondani, srácok! Szeretnél VIP XPR lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Az is kire van? Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XPR-ök is elkezdtük egy olyan videóhoz, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint ennek a folynak fogjuk megnézni a titkát srácok, ahogy nézem, ez egy sötét töltyfaerdő falu, ami azért eléggé furcsa, mivel ilyennel még nem nagyon volt dolgunk, szóval kíváncsi vagyok, hogy mit találunk ebbe a faluba, viszont mielőtt még megkérdeznétek, a szamár még mindig nem tart velünk, mivel nem tudom, hogy mi legyen még igazából a neve, de majd szerintem hamarosan már ezen a héten ki fogom találni, és akkor majd ő lesz az új állatunk, de még mindig lehet szavazni, srácok, szóval, hogyha van egy jó ötletet, hogy mi legyen a házi állatunk neve, aki minden kalandban velünk tart, ugye azt tudjuk, hogy egy szamár lesz, viszont a nevét nem tudjuk, szóval írjátok le kommentben, hogy mi legyen a neve, és csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, ha szeretitek, hogy a ti neveteket válasszam be, illetve iratkozzatok fel, nagyon-nagyon fontos, közeledünk a 70 ezer feliratkozó felé, ami azért... Már nagyon-nagyon közel van igazából. 60 ezernél azt mondtam amúgy, hogy erre majd valami nagyon nagy dolgot fogok csinálni, még én sem tudom, hogy mi lesz az, de majd valamit kitalálok. Ha írjátok le, hogy mit szeretnétek, mi legyen 70 ezer feliratkozóra egy élőadás, vagy nem tudom, ezt mindenféleképpen írjátok le. Viszont akkor én nem is üzenetem a szót, amondom vagyok, hogy nézzünk körül a házakból, hogy végül is miket találhatunk itt, és mi az a titok, amit vajon ez a falu rejt, úgymond, viszont kéne kaja. Kéne kaja, szóval szedek egy kis búzát amúgy, mert erre biztos, hogy szükségünk lesz. Nem tudom, mennyi búza kell. Hát ebből már azért pár dolgot ki tudunk majd craftolni. Viszont még itt van búza, jó, itt még van pár búza azért. Itt is jól van. Hát ez már amúgy jó sok kenyérre elég lesz, már csak crafting table-t kéne keresni. Szerintem az egyik házat biztos, hogy találni fogunk. Hát nem ebbe. Viszont a közben a ládát is keresnünk kell, amiben ugye a küldetésünk lesz. Engem nagyon-nagyon érdekel igazából, hogy mit kell majd csinálnunk ebbe a faluba. Remélem titeket is. Között lesz egy kovács, amit azért jó, hogyha tudunk. Abba a házba, vagy melyik háza szokott lenni igazából crafting table, nem is tudom. Lehet, hogy majd nekünk kell készítenünk egyet, az mondjuk nem lenne olyan jó. Mindegy, menjünk. Abba szokott lenni, ebbe mindig van crafting table. Jó. Oké, itt is van. Hát akkor ebből le is craftoljuk. 1, 2, 3, 4 jön ki, wow, azt mondom, hogy csak 3 jön ki, de 4. Remek, már kajánk is van igazából. Jó napot, falusiak, amúgy elég békés ez a falu, meg kell hagyni. Na nézzük, mi van itt, itt a kovács. Itt a láda, menj már innen. Wow, srácok, oké, itt van azért pár dolog. Jó, kezdjük itt, mik vannak itt, nézzük meg. Van egy set. Nem is kicsit durván jól kinéző szett őszintén. Wow, na jó, ez nagyon-nagyon durva. Oké, nézzük még, mi van itt. Van valami, nem tudom micsoda, egy kard, két darab vaskardra nem lesz szükségünk, alapkő, na, meg üveg, meg egy könyv. Na, ezek nem tudom tényleg mire jók. Mindegy, nézzük meg először a könyvet, leülünk ide szépen az asztalra, olvassuk el. Hello XP, a segítségedet szeretném kérni. Este a falunkat meg fogja támadni egy furcsa, veszélyes lényekből álló hadsereg. Meg kell mentened minket, építs egy bázist, hogy el tudj bújni este. Oké, hát nem hangzik túl biztatóan, furcsa, veszélyes lények. Jó, mindegy, oké, meg kell mentenünk a falut, viszont nézzük, milyen cuccokat kaptunk. Kaptunk egy kardot, ez nagyot üt? Viszonylag amúgy elég nagyot sebez, de... nem tudom, hogy... Na jó, srácok! Azt a mindenit! Azt a mindenit! Na jó, erre nem tudok mit mondani, srácok! Ez micsoda? Wow! Tehén, teszték a tehenen. Nézzük. Egy ütésből megöl egy tehenet. Ha jó halljátok, egy ütésből. Azért ez... ez nem kis dolog szerintem. Wow, oké, hát...
Erre nem tudok mit mondani, srácok. Szerintem ez eddig a legdurvább fegyver, amit valaha találtunk a Minecraftban, de szerintem attól még írjátok le, hogyha esetleg nektek melyik a kedvenc fegyveretek, amit eddig találtunk az ilyen videókba. Nekem ez egyértelműen, hogy brutális. És írjátok, hogy ti szeretnétek ilyen fegyvert a Minecraftban, mert szerintem elég durva. Viszont itt van valami, ez pajzs. Wow, egy elég jól kinéző pajzsunk is van. Ez nem tudom mondjuk, hogy mit tud. Egy pajzs, értem. Ó, értem. És valamit amúgy ezen kívül tud, vagy nem tudom, hogy... Wow, tudunk így vele úgymond oda rohanni máshova, szóval figyeljétek így oda, és bum. És ellöki az embert elég rendesen amúgy. Szóval ez ilyen jó védekező cucc, és egyben sebez is. Wow, oké, hát ez, és ezzel a karddal kizárt, hogy ne tudjunk nyerni. Szóval ez a legegyszerűbb győzelmünk lesz szerintem. Viszont azt írták, hogy mindenféleképpen építenünk kéne egy bázis. Szóval én amondó vagyok, hogy valahova itt majd jó is lesz, ha építünk egy bázist. Mondjuk ide? Ja, itt tökéletes is lesz. Szóval elkezdem építeni. Őszintén még nem tudom, hogy milyen bázis lesz. Csak így nagyon improvizálok, de majd valamit kitalálok. Mondjuk így egy ekkora, nem még egyel azért megnagyobbítjuk. Mondjuk így valahogy egy ekkora bázist. Ugye aki nem tudja az alapkőbe, az a jó, hogy nem tudják kiütni. Szóval nem lehet kiütni az alapkövet. Ami azért eléggé erőssé tesz minket. Üveget is rakok azért, hogy... egy blokkon, remélem nem tudnak majd bejönni amúgy a szörnyek, de az üvegen meg látnunk kell valamit, hogy mik jönnek, honnan jönnek a szörnyek, szóval ez legalább erre mindenféleképpen szükségünk lesz. Jó, hát emeljünk fel akkor még egy réteget, és utána szerintem jöhet a tető rögtön. Azt nem tudom, hogy csináljunk ennek tetőt, vagy egyszerűen majd csak fel lehessen jönni ide, nem tudom. Lehet, hogy az se lenne butaság amúgy, hogyha olyat csinálnánk, hogy így egy lépcsővel fel lehet jönni a bázis tetejére, és akkor majd onnan tudjuk lőni úgymond az ellenséget. Ez se butaság amúgy. Jó, így szerintem, hogyha ezt így megcsináljuk, ez így tökéletes. És el is fogyott a blokkunk, viszont üvegből szépen meg tudjuk csinálni a lépcsőt. Így, né. És pont fel tudunk érni, igen, pont fel tudunk menni a tetejére, és akkor ide is fel tudunk legalább jönni. Ez az remek ötlet volt, nagyon jó. És akkor igazából, srácok, ezzel a karddal, meg illetve ezzel a páncéllal szerintem most én itt szépen el is bújok, és megvárjuk az estét, hogy jöjjenek a szörnyek. Nos, srácok, leszállt az este, és ahogy látjátok, van itt pár furcsa lény, illetve ott van még egy. Hát azt vettem észre, hogy ezek nagyon gyorsak, és iszonyat erősek, szóval nem tudom, hogy tudok majd velük megküzdeni. Meg így ordibálnak, meg földrengést okoznak, meg mit tudom én, és nagyon gyorsak, látjátok. Mindegy, én lejövök ide, és megnézzük, hogy így meg tudjuk-e őket támadni. Igen, jól van, oké, üssük őket, gyerünk. Oké, várjátok, kimegyünk, üt. Azt a mindegy, mennyi sebezek? Jó, futi, jó, ez nem vicces annyira. Oké, jó, felkészülünk, gyerünk, gyere még közelebb, és most! Jó, gyönyörű, befejjük a bázisba, oké, ez volt a terv, üssük őket, ezzel nem fognak ők se tudni kezdeni semmit. Ó, még sima zombik is jönnek, hát az nem túl jó, oké, gyerünk. Hello! Oké, üssük. Ő nem tud bejönni, ugye? Egy meghalt, jó. Oké, gyerünk. Az is meghalt, még egy valahol van. Hol van? Itt van mögöttünk! Úristen, nem meg fogunk halni, gyorsan. Regeneráció, oké. Úristen, fúj, ez micsoda? Az egyik szörny ezt dobta minden esetre. Oké, még egyet. És figyeljetek, srácok. Jön a végső támadás. Most! Nem, váltok. Szerencsére nem tud bejönni az egy blokkba, viszont... Jó, vissza, felkészül, támad! Jó, vissza, felkészül, támad! Oké, ez a szerencsére nem tud mit csinálni nagyon. Oké, és kivégzés! Gyerünk, srácok! Ó, szinte mindegy, milyen gyors! Jó, menjünk! Úristen, meg fogunk halni! Gyerünk már, hallj már meg! Úristen, mennyi HP-ja lehet amúgy ennek, nem hiszem el. Oké, semmi gond. Még egyszer! Felkészül, támad! Jó, oké. Gyerünk! Hallj már meg! Meghalt, jó! Hát srácok, megnyertük a csatát, elég egyszerű volt igazából, és hát nem volt olyan egyszerű, mert elég sok HP-t vittek le. Viszont én köszönöm a figyelmet, remélem tetszett az a videó, ha igen, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt sem felejtsétek el megnyomni. Következő videóban találkozunk, én XP voltam, ne felejtsetek el szamár neveket írni, be az Isten, és akkor igazából, ja, sziasztok srácok!
szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért. Azt látod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelenkezel, akkor kapsz instant a csatornámon. Egy moderátor! Csatlakozz most! Az is külön van.